Egyikük az áruházi biztonsági őr kerékpárját vitte el, másikuk a személyi igazolványát hagyta a helyszínen. A szolnoki rendőrök elfogták a duó tagjait. Két szolnoki lakos együtt érkezett az egyik szolnoki bevásárlóközponthoz 2023. február 21-én a délelőtti órákban, majd egyikük az áruházi biztonsági szolgálat tagjának kerékpárját tulajdonította el, amit a kamera felvételen keresztül végignéztek a biztonsági őrök. A másik férfi a bevásárlóközpontnál található műjégpálya mellett működő keringető szivattyút vitte el. A biztonsági szolgálat éberségének köszönhetően, továbbá, hogy az egyik jogsértő menekülés közben a személyes okmányát hátrahagyta, a rendőrök gyorsan elfogták mindkét férfit. A rongálási kár is jelentős, hiszen a szivattyú eltávolításával mintegy 500 liter mennyiségű, 120 ezer forint értékű fagyálló folyadék folyt el a rendszerből. Igazából a rendőrségtől tudtuk, megszereztünk tudomást arról, hogy itt randalírozók jártak, és elfolyt 500 liter fagyálló, meg tehát itt amit bírtak, elvittek, nem is igazából tudjuk, hogy milyen kárunk keletkezett. Amit tudni kell, hogy ez a jégpálya most nem üzemel egyáltalán, és mivel nincs egy őr, aki itt figyeljen, ugye itt úgy járnak, mennek, ahogy szeretnének, ezt 50 családnak a támogatásából a saját gyerekeinknek állítottuk, összeépítettük fel ezt a jégpályát, és most jelenleg nem üzemel, úgyhogy mindenképp azon vagyunk, hogy megtudjuk, hogy tudjuk ezt továbbra megőrizni, megvédeni, hogy ne legyen több anyagi kár, ne keletkezzen több anyagi kár belőle. Több mindent is elvittek, hiszen az alapján, ahogy megnéztük, több minden hiányzik, mint amire mi gondoltunk, úgyhogy bízunk benne, hogy el is fogják az elkövetőket. Az összes csőből most kiürült a fagyálló folyadék, ezt mi benne tartottuk, hogy szakszerűen le legyen majd csapolva, amikor elbontjuk a pályát, mert át kell majd költöztetnünk, de ezt most már nem kell megvigyázni. Rengeteg munka volt ezt összerakni sajnos. Az elkövetőktől, ha visszakapjuk a szivattyút, mert esetleg meg lesz, akkor az már egy nagy segítség, ugye anyagiakban azt talán nem kell beszerezni. És aztán szintén a családok erőforrásai múlik, hogy mikor tudjuk újra üzembe helyezni a pályát. Sajnos az energiaköltségek most nem tették lehetővé az üzemeltetést, a jövő szezonra szerintem újra fogunk tudni üzemelni. Lehet egy másik helyszínen, mert ez is tárgyalás alatt van, de mindenképpen anyagi forrás az fog kelleni hozzá. A kerékpárt eltulajdonító 24 éves férfit szabálysértési eljárásban hallgatták meg, a szivattyútól vagy pedig lopásvétség elkövetése miatt gyanúsítottként kihallgatták. A nyomozók megállapították, hogy a 22 éves terhelt ellen szabálysértési elzárás végrehajtása érdekében három körözés is érvényben van, ezért a rendőrök a férfit őrizetbe vették.